Sziasztok! Mindenkit üdvözlök a csatornán. Ebben a videóban a karpántok becsiszolását fogom megmutatni, hogy hogy kerülnek majd a karpántok a helyére. Mutatom, mi is ez a karpánt. Van itt egy látszódó fa szerkezetünk, ez egy előtető, és annak a része ez, ami fogja a függőleges. Ezt nevezzük karpántnak. Ezek a karpántok általában kisebb keresztmetszetből vannak csinálva, mert úgy szebb, mint maga az oszlop meg a szelemen, és ezeket fogom becsiszolni a helyére. Lehet látni itt a vágásnál, hogy ahogy körfűrésszel elvágom, lehet valaki láncfűrésszel vágja, körfűrésszel ugye elvágom, lehet látni, hogy nem tökéletes a vágás, nem stimmelnek a két oldalról a vágások, mert ezért a 12-t nem lehet átvágni egy körfűrésszel. Egy látszódó faszerkezetnél azért a szem megkívánja azt, hogy a vágási pontok és az illeszkedések azok szépen feküdjenek egymáshoz, úgyhogy ezért flexzel, csiszoló tányérra szépen össze fogom csiszolni a vágást, és fölpróbálom a helyére. Mutatom. Érdemes a csiszoló tányéron egy durvább papírt használni, ez most egy 60-as papír, hogy szebben, gyorsabban vigye a vágási felületet. Ha az előtetőnél több karpántról is szó van, akkor érdemes oda próbálni, hogy hát ha valahol már kevesebb csiszolással megtalálja a helyét, és akkor úgy megszámolni, hogy melyik karpántot hova szánjuk. És akkor becsiszolás után próbáljuk őket oda. Ha azt érezzük, hogy oda fekszik mind a két lap, vágási lap a felülethez, és nem billeg a karpánt, akkor tökéletesen fog állni. Meg lesz jelölve, hogy hol kell kifúrni, és állványcsavarral fogom rögzíteni őket. Köszönöm, ha megnéztétek ezt a videót, majd megmutatom a felszerelését is. Sziasztok!